Köszöntöm a Művészváros nézőit! Mai adásunkban is érdekes témákat igyekeztünk összeszedni. Íme a kínálat! A nagy füzet. A Partmoziban találkozhattak a nézők Szász János filmrendezővel. Megújult a régi művésztelep, 200 millió forintot költöttek a beruházásra. Aknai és az ikon. A Szerb Egyházi Múzeumban látható a festőművész kiállítása. A nagy füzet. Sokat beszélt a szakma az elmúlt hónapokban erről a filmről, melyet most a Partmoziban is levetítettek. Utána beszélgetés és találkozó is volt a film rendezőjével és főszereplőivel. Ágota Kristóf trilógiájának első részét vitte vászonra Szász János Balázs Béla díjas rendező. A háborús dráma német, francia, magyar, osztrák koprodukcióban készült. Nagyon sok érdek van, nagyon sokféle érdek van. Azok az érdekek nem mindig ugyanazt szolgálják, nem mindig ugyanazt akarják egy filmtől, nem mindig ugyanazt a fajta filmet akarják, mint amilyet például én akarok. Tehát nehéz, meg itt kifejezetten nehéz is volt, mert olyan volt az összetétele az egész csapatnak, hogy nagyon-nagyon sok háborúság volt. A film a II. Világháború idején egy határszéli faluban, a nagymamájuknál nevelkedő és a könyörtelen világban túlélni igyekvő ikerpár megrázó története. A gyerekeknek egyedül kell megtanulniuk mindent, ami a túléléshez szükséges. Magányosan, éhezve és fázva vezetik naplójukat a nagy füzetbe. Főjegyzik, mit láttak, mit hallottak, mit tettek, mit tanultak. Ugyan életben maradnak, de szívük megkeményedik, testük megedződik. A két főszereplőt hosszas válogatás után választották ki. Gyémánt László és András mindketten azt mondják, nagyon élvezték a filmezést, ami megváltoztatta az életüket. Sokat változtatott, amióta vége van a film forgatásnak. Hiányzott is az első hétben, de jó új embereket megismerni. A Magyar Nemzeti Film Alap ezt a filmet nevezte a 2014-es Oscar-díjra a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában. A Pest megyei könyvtárban láthatta a közönség az Ösvény című előadást az Eres 9 színház előadásában. Az árnyátékokkal tarkított esből láthatnak most egy kis ízelítőt. Barátom, hamarosan elhagyom a Sámának útját. Szomjazom, és ezen a hosszú úton semmit sem enyhült szomjúságom. Oh.
Felújították a régi művésztelep düledező műtermeit, a házak korszerű fűtést és világítást is kaptak. Csodálatos környezetben, a Duna közelségében árnyat adó fák között kapott helyet a régi művésztelep. 1972 óta azonban sok idő telt el, és az itt felépített műtermeket is kikezdték az évek. A felújítást évekkel ezelőtt elkezdték, az első épületeket már a télen átadták, most arra készült el mind a 12. A beruházást a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. Irányította. A 2011-ben létrehozott 100%-os állami tulajdonban lévő Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. Az egyetlen olyan nonprofit gazdasági társaság, amelynek deklarált feladata, hogy országos szinten az alkotóművészetet és az alkotóművészeket szolgálja. A társaság felett a tulajdonosi jogokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja, így a felügyeletet is a minisztérium látja el. Alkotóházakat tartunk fönn Zsenyén, Kecskeméten, Hódmezővásárhelyen, és a mi tulajdonunkban van a legendás Szigligeti alkotóház és az Eszterházi kastély. Továbbá két művésztelepet is üzemeltetünk, az egyiket Hódmezővásárhelyen, a másik pedig ez az ingatlan, azaz a Szentendrei régi művésztelep. Próbálunk kiállítási lehetőségeket is biztosítani a magyar alkotóművészet számára. Erre két területünk van, az egyik a Városligetben található Olof Palme ház, a másik pedig itt a telepen található Monk galéria. A fiatal alkotóművészeket is támogatunk pályázatokkal, ösztöndíjakkal, ilyen például a Derkovics, a Kozma vagy a Móricz ösztöndíj. A Monknak alkotóművészetet támogató szakmai tevékenysége is van, így köztéri szobrokról, műalkotásokról adunk ki szakvéleményeket. Hamarosan beindítjuk képzőművészeti dokumentációs központunkat, ami az elmúlt 50 évnek a szakmai anyagait, iratait dolgozza fel és teszi kutathatóvá. A MANG szolgáltatásait a közhasznúsági törvény értelmében egy speciális rendszeren az általunk indított Magyar Mecénás Program segítségével tesszük elérhetővé a magyar alkotóművész társadalom számára. Ehhez a programhoz most már több mint 4000 alkotóművész csatlakozott. Kulturális folyóiratokat adunk ki, mi kezeljük a kultura.hu magazint és a Flash Art magazint is. Az ingatlan kezelésben szerzett tapasztalataink és tudásunk révén a miniszter úr döntése értelmében mi látjuk el a 33 állami kulturális intézménynek a közös energia beszerzését, amelynek következtében az első beszerzésen, a gáz közbeszerzésen több mint 25% megtakarítást értünk el ezeknek az intézményeknek a költségvetésében. A mostani projekthez 200 millió forintot biztosított az állam. A megszépült műtermeket a 8 alapítóról, a később meghatározó szentendrei alkotóvá vált Hollósi Simonról nevezték el. A kollektív alkotóknak szánt műtermekkel pedig a telep létrejöttében fontos városok előtt tisztelegnek. 12 minden igényt kielégítő műterem jött létre ebben az elhanyagolt, lepusztult épület együttesben. Egészen a falakig visszabontották az összes műtermet. Hallottunk már arról, hogy milyen állomásai voltak ennek a beruházásnak, és jó, hogy még a fák is meg tudnak újulni itt, és hogy így vigyáznak erre az arborétum jellegű parkra. A galériáról is hallottunk már, ahol nem csak kiállítások lesznek, hanem az egykori képzőművészeti lektorátusnak az archívuma is, a MANK-nak a dokumentációs központja is helyet fog itt találni, és ez mindez Szentendrén történik. Szentendrén, ahol a főtérnek a megújítása átadása után, a művészetmalomnak az átadása után, amelyek szintén több mint 1 milliárd forintos kulturális, én a főteret is kulturális beruházásnak tekintem, Szentendrén mindenképpen az. Elérkeztünk most oda, hogy egy újabb gazdagság jelenik meg itt Szentendrén, és közben még sikerült az elmúlt évszázadok legnagyobb árvizébe is helytállni. Nem csak szentendrélyek izgultak a mobilgát miatt, polgármester úr, hanem nagyon sokan ebben az országban. Örülünk, hogy ez a kísérlet jól sikerült. Csontváry az első világháború közepén küldött egy sürgönyt, egy táviratot a külügyminiszternek, amiben azt írta, hogy ne aggódjon, ő megtalálta Istennel az összeköttetést, és arra kérte, hogy erről a tényről ő felségét is értesítse. Hát azok az alkotók, akik Szentendrén dolgoztak, szintén megtalálhatják a kapcsolatot az ihletnek az égi erejével, megtalálhatják a transzcendenssel való kapcsolatot,
hiszen ebben a városban a műtermeknek a számát csak a templomok száma múlja felül, ami szintén egy nagyon szép és jó, nem csak történeti, hanem jelenkori tradíció is. Talán nincs még egy ilyen kisváros a világban, Magyarországon biztosan nem, ahol a tradíció és a megújulni vágyás ilyen elementárisan megtalálják egymást, szervesen összenőnek, mint itt Szentendrén. Hogy említettem, 19 új megújított műterem, 9-et pályázat útján fognak majd átadni a használatra határozott időre, önálló alkotóképzőművészek fogják megkapni, 3 úgynevezett csoportos műterem is van, amelyeket rövidebb idejű használatra közösen dolgozó művészek pályázhatnak meg. Azt kérjük majd a Szentendrei Régi Művésztelepnek az alkotóitól, hogy a műtermeket, amikor eredeti funkcióik szerint használják és folyamatosan dolgoznak itt, akkor évente egy, azaz egy alkotással gyarapítsák majd a manknak a gyűjteményét, amire majd jól fogunk vigyázni. A galériában pedig új és új kiállítások lesznek majd, nem csak az itt alkotók mutatkozhatnak be, hanem a Derkovics ösztöndíjasok és a Magyar Meccénás Programhoz csatlakozott társadalmi szervezetek is. A 19. század végén jelentek meg itt először a művészek, akik a zajos Budapestről elmenekültek. 28-ban létrejött a Szentendrei Festők Társasága, azóta Barcsai Jenő, Bálint Endre, Szóbel Béla, Kmeti János, Kornis Dezső és Vajda Lajos neve összeforrott a várossal. Ők azok, akik képpé formálják Szentendrét, újraalkotják a városnak a színeit, formáit, és most itt van az újabb generáció, akik meghatározhatják a városnak az arculatát, a magyar művészet arculatán dolgozhatnak. Amikor átadjuk ezt a valóban példás módon felújított Szentendrei Régi Művésztelepet, akkor kimondhatjuk azt, hogy egy sikertörténetnek egy fontos állomásához, azt is mondhatnánk, hogy a csúcsárhoz érkeztünk, most már csak a csúcson kell maradni. Hát az igazi munka, az igazi lehetőség az most kezdődik, amikor benépesülnek ezek a műtermek. A Mank galériában havonta nyílnak majd új kiállítások. Ezeken nem csak a művésztelep műtermeiben dolgozó alkotók mutatkoznak be, hanem a Mank által gondozott művészeti ösztöndíjasok és a Magyar Mecénás Programhoz csatlakozott alkotóművészeti társadalmi szervezetek is. Vajda Lajos a 30-as évek közepén egy levélben megfogalmazta Szentendrén megélt élményeit, és azt írja: ilyenkor, kora ősszel, a legszebb a természet, és a város is ekkor mutatja meg igazi arcát. Azt, hogy ilyenkor, kora ősszel, milyen szép a természet, azt láttuk ugye mindannyian kintetben, gyönyörű parkban. Én azt gondolom, hogy egy átadási, avatási ünnepségen mutatja meg a létesítmény a legszebb és az igazi arcát. Én miközben megköszönöm a beruházásban közreműködő valamennyi munkatársnak a munkáját, szeretném kérni az üzemeltetőt és majd az itt dolgozó művészeket, hogy őrizzék meg sokáig ezt az arcot, amit a mai avatási ünnepségen láthattunk. Ámos Imre egy napló bejegyzésében azt írta, hogy Szentendre maga a város tele van már eleve megkomponált részletekkel, megkomponált témákkal. Itt a művészetben azt láttuk, hogy itt viszont megteremtették azokat a körülményeket, amelyek az alkotó művész munkájához szükségesek. Én azt gondolom, hogy ezt így együtt maga Szentendre és a művészetben által megteremtett munkafeltételek méltó hátteret, alkalmat, alapot biztosítanak itt az alkotó művészet számára. Ezért kérem Isten áldását az alkotó művészetet itt elégző valamennyi művészre és a munkájukat segítő ma munkatársakra. Kísérje őket Isten áldással pályájukon, életükön, egészségükre. Gratulálok az intézmény létrehozásához. A felújítás és bővítés terveit Púl Antal építész irodája készítette. Új kiállítás nyílt a Szerb Egyházi Múzeumban. A falakon Aknai János alkotásai láthatók. A
Aknai Jánosra erősen hat a szentendrei millió, és nem csak a természet és épített környezetre kell gondolni, hanem a sztárb hagyományokra, a mesterek ikonművészethez való vonzódására és emellett belső indítatásaira is. A kiállítás nem véletlenül az ikonokhoz hasonló műveit vonultatja fel. A múzeumunk fél évszázados fennállása során számos időszaki és tematikus kiállítást szervezett, bemutatva a 17-18 és a 19. századi magyarországi szerb egyházművészet legszebb alkotásait. Múzeumunk törzsgyűjteményéből több alkalommal kölcsönöztünk műtárgyakat neves múzeumi intézmények számára, mondhatnám Rómától Brüsszelig. A múlt század 90-es éveitől intézményünk szerbiai és magyarországi kortárs művészek számára is szervezett kiállításokat. Miután a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye visszakapta Szentendrén a volt szerb tanítóképző épületét, ezekben a kiállító helyiségekben, ahol most is tartózkodunk, az Újvidéki Matica Szerbszka Galéria segítségével és közreműködésével két nagyobb kiállítást is szerveztünk. 2011-ben bemutatásra kerültek a bácskai Bogyani Szerb Ortodox Kolostor 18. századi falkép másolatai, majd 2012-ben 39 újonnan restaurált műtárgy került bemutatásra a múzeumunk törzsgyűjteményéből és a Pécset tervezett Baranyai regionális gyűjtemény anyagából. A most megrendezésre került kiállítás, Aknai és az Ikon címmel, amely az Ars Sacra Alapítvány és a Valasi Kiadó szervezésében és közreműködésével valósult meg. Több szempontból is egyedülálló és mondhatnám rendhagyó intézményünk történetében. Ez a kiállítás egy sajátosan szentendrei találkozás. Ikon is, kép is, ikonkép is és képikon is. Aknai alkotásai úgy integrálják az ikont, hogy azok nagyon hozzánk a keleti és nyugati keresztény kultúrkör metszés vonalán élőkhöz szólnak. Ikonos műveiben a festőművész az egyénitől az egyetemes felé halad. A vajdai gondolat nyomán a nyugat individualizmusát egységesíti a keleti ortodoxia teljesség utáni vágyának elvontságával. Művei jóval túlmutatnak műalkotás voltukon, etnikumok, korok, kultúrák, stílusok egymást gazdagító megnyilatkozás. Látnivaló, hogy a festőművész nem a nyugat-európai művészetben megszokott centrális perspektívában dolgozik. A centrális perspektíva ugyanis olyasmit ábrázol, ami a valóságban nincsen. Egy mélybe vívő fasor a sík táblán, az hazugság. Aknai nem ezt az utat választja. A centrális perspektíva a festő a szubjektum szemével mutatja az ábrázolandókat. Aknai ettől is tartózkodik, ő láttatni kíván. Paradoxnak adhat a megállapítás, hogy a maguk valóságában kívánja bemutatni az angyalait és a szentjeit. De milyen is az angyalok valósága? Az aknai angyaloknak és a szenteknek nincsen tömegük, nem mozognak, és ahogyan már említettük, síkszerűek, szinte belemerevednek a síkba. Nem olyanok ők, mint mi itt a földi világban, de nem hasonlítanak a nyugat-európai szakrális művek döntő többségének a szentjeihez sem. Ezek a figurák szimbólumok. A festő vizuális angyaltanában szimbólum létük az ő valóságuk. Mit is értek ez alatt? A művészek alkotónak tekintik magukat, a teremtő Istenhez hasonlónak. De nem az a művész az igazi teremtő, aki hűségesen lemásolja az isteni művészetnek, a teremtésnek az eredményeit. Ez egyszerű másolás. Úgy válik valódi alkotóvá, ha tetszik teremtővé a művész, ha az isteni művészet módszerét a szimbólumokban teremtés aktusát veszi át. Hiszen ahogyan Pál apostolnak a rómaiakhoz írott első leveléből tudjuk, itt a földi világban minden szimbólum, ami valami istenire utal, valami istenit rejt magában. Az igazi teremtő művésznek tehát szimbólumokban érdemes gondolkodnia. Aknai János ezt teszi. Angyalai az égire utaló szimbólumok. De nem csak a lényük, hanem a szerepük szerint is szimbólumok ezek az angyalok. A keresztény angyaltanból ismert, hogy az angyalok Aquinoi Szent Tamás megfogalmazásával
test nélküli szubstanciák, szellemi teremtmények. Olykor ugyan testet öltenek, hogy az emberek számára láthatóvá váljanak, de ez a test számukra mindössze eszköz ahhoz, hogy beteljesíthessék a küldetésüket. A gondolatot szemléletesen reprezentálják aknai szem nélküli angyalai. Nincsen szükségük szemre, mert nem a testi szemeikkel látnak. Mi is a küldetésünk? Jézus szavai nyomán az angyali doktor ezt így fogalmazza meg. Az angyalok az Isten színre látják. Feladatuk az isteni jóságnak a közvetítése az emberekhez. Arcuk egyik felével az Atya, másikkal az ember felé fordulnak. Ennek a gondolatnak a vizualizálásai lehetnek a festő két arcú égi lényei. Aknai János angyal figurái tehát közvetítők, ugyanúgy, mint maga az ikon. Az ikon azáltal válik természetes kapocsá a lent és a fönt között, hogy jelenvalóvá teszi az ábrázoltat. A keleti hívő nem Krisztus képmása előtt imádkozik. Számára az ima kiemelt pillanataiban maga Krisztus van jelen. A szentendrei festő égi lényei az ikonhoz hasonlóan a földi világba emelik az embert. A költő Csehszláv Miloš így van erről. Hangotok. Igen, ez döntő bizonyíték, hisz így hangjuk csak is tündöklő lényeknek lehet, kiknek szárnyuk van, miért is ne lehetne, és súlytalan lebegnek cikázó fényekkel övezve. A kiállítás megnyitása után egy könyvet is bemutattak a festőművész és az ikonok kapcsolatáról. A Balassi kiadó gondozásában megjelent mű rengeteg képet is tartalmaz. Két nyelven is kiadták. A kötetet Szem Ádám György képzőművész tárta az érdeklődők elé. A kereszténység a képfaragás kétes tisztaságú holtát oldja fel azzal, hogy a hagyomány úgy tudja, bizonyos szentképek eredetie, angyalok munkája, vagy maga Lukács evangélista a festők védőszentjének munkája. És a kép, mint ab ovo szakrális objektum, jelenik meg a megváltó arcának véres lenyomataként Veronika kendőjén. A görög Veronikon jelentése igazi kép. Ez utóbbi momentummal kapcsolatos figyelemre méltó kérdés, hogy miért mutatkozik olyan nagy különbség az antikvitás Krisztusának ifjú, szakáltalan férfi képében való ábrázolása és a későbbi, már általunk is ismert Krisztus ábrázolások között. Egyes feltevések szerint ugyanis ezt a torinói lepel megtalálása magyarázza, amelynek ismeretében alakulhatott csak ki az a kánon, amelynek alapján a Krisztus ábrázolások formajegyei egységesültek. Tudjuk, a művészet egészen nyilvánvalóan a szakralitás részeként, letéteményeseként, közösség megtartó erőként funkcionál, és feladata, célja, létezésének értelme nem volt más, mint a kozmikus rend, a mindenség harmonikus egésze, az Isten, nevezzük bárminek is az egyet felmutatása, mégpedig a mérték szerint, hogy hozzá viszonyítva önmagunkat is meghatározhassuk. Az általunk szépségnek nevezett járulékos elem megjelenése a műben már csak a mérték, a harmónia megtartásának következménye. Ám amióta az egy, az egység helyébe a másság kultusza, Hambas Bélánál a másik a sátánt jelenti, az igazság helyébe az érdekes, a harmónia helyébe a különös lépett, kínzó kérdés, hogy vajon mit tesz, mit tehet a ma művésze. Elmondhatja-e magáról, hogy beavatottként ismeri a hagyományt és a mértéket, hogy hallja a szférák zenéjét, tudja-e, hogy valójában kit, vagy mit szolgál? A tarókártya egyes számú úgynevezett nagyárkánuma a mágus, vagy kókler nevet viseli. A kártyalapon egy fiatal, fején széles, végtelen jelet formázó, lemniszkálta kalapot viselő férfi látható, aki bal kezét egy varázspálcával a magasba emeli, míg jobbjával egy előtte álló asztalon lévő tárgyak felé nyúl. Ez a mágus nem más, mint a Demiurgosz, azaz a művész ősképe. Magasba emelt bal keze, mint egy áramszedőként. A transzcendenssel tartja a kapcsolatot, míg jobbja az anyagi világban tevékenykedik. Ez két agyféltekénk különböző működésére épp úgy utal, mint a tudatos és a tudattalan közti kapcsolatra, illetve a makrokozmosz és a mikrokozmosz egységére.
A 15. század végén és a 16. század elején élt Johannes Trithemius, Sponheim apátja, ugyan a mágiáról szól, de a művészet lényegét fogalmazza meg, amikor ezt írja. Az isteni mágia abban a képességben áll, hogy fel tudjuk fogni a dolgok lényegét a természet fényében, és arra használjuk a szellem lelki erőit, hogy anyagi dolgokat hozzunk létre a láthatatlan univerzumból. Az íj műveleteknél egybe kell kapcsolnunk a fent lévőt a lent lévővel, és összhangzatos működésbe hozunk. A természet szelleme egység, teremt és formál mindent, és az ember eszközletével cselekedvén csodálatos dolgokat tud alkotni. És csak azért, hogy egy egészen más kultúrából is hozzak példát, a 17. században élt kínai festőt, Huaiyulut idézném, aki a kínaiakra jellemző gyakorlatiassággal fogalmaz meg valami hasonlót. Amikor a tus az esethez ér, lélek száll belé. Amikor az ecset széthordja a tust, megeleveníti. Ahhoz, hogy a tusnak lelket tudjunk adni hosszú gyakorlatra, ahhoz pedig, hogy az ecsettel megeleveníteni legyünk képesek, az élet ismeretére van szükség. Aki hosszú gyakorlással edzette ugyan a lelkét, de az élet elevenjét már nem ismeri, az csak a tushoz ért, az ecsethez nem. Akit az eleven élet edzett meg, de lelkét nem volt módja gyakorlással továbbképezni, az csak az ecsethez ért, a tushoz nem. Mindkét példa arról szól, hogy a mágusnak, illetve a művésznek egyfelől a természet fényét, illetve az élet ismeretét kell felfognia, illetve megismernie, és ezt összhangba kell hoznia az anyagi dolgok létrehozásával, illetve a hosszú gyakorlás által elsajátított képességgel, hogy a tusnak lelket tudjuk adni. Az Aknai és az Ikon című kiállítást december 31-ig látogathatják a Szerbegyházi Múzeumban hétfő kivételével minden nap 10 és 16 óra között. Ennyi volt mára a Művészváros. Jövő héten pénteken ismét várjuk majd Önöket. Viszontlátásra!